Na jó reggelt, jó napot, jó estét, jó éjszakát, jó hajnalt, ki mit fog nézni. Üdvözlök mindenkit innen a bontás mellől. Ez az első 15 másodperc, amit láttatok, az konkrétan a Cokehead felének a maradványai. Itt tartanak most. Hát itt te mondjam, szépen lepucolták az területet. Kérdés, hogy mikor lesz felépítve ide bármi is. Na ugye szemközt oda át van egy lakóház, amit már a harmadik éve építenek bele meg. És a legutolsó időpont az 2023 ősze volt, hogy addigra készül el. Most 2023 december 12 van, és még mindig nem adták át. Úgyhogy ennyit erről. Na, hát nehogy már dolgozzák magukat, Isten ments. Ugye? Egyébként a dolgozni ne kelljen, ez most ez lesz a címe ennek a dolognak. Mert hogy nem magam részéről gondolom, hogy dolgozni ne kelljen, hanem egyszer ezt tapasztalom, hogy mintha csak az lenne a legnagyobb problémája mindenkinek, hogy dolgozni kell. Mert hogy az van, hogy többszörösen is azt tapasztalom, hogy lusszák az emberek dolgozni normálisan, tehát bejárnak munkahelyükre, de nem azért, hogy dolgozni, csak hogy ott legyenek, mert azért kapják a fizetést. Az egyik ilyen, ahova most megyek, a Lengyelbót, mert úgy tűnik, hogy egy szatyornyi árut elfejtetek odaadni a jó édes drága anyósomnak, és nekem kell utána járni, hogy akkor most mi van. Kifizeti, kifizette, csak nem kapta meg. Most nem tudom, hova tette volna a füle mögé a kis pószta körülbelül, mert három szatyorra jött haza, állam full ilyen nagy szatyorra. Na mindegy. És ugye lengyel bót, tehát lengyel dolgoznak többségében. Anyósom nem tud csak románul, meg magyarul, tehát nem fog valószínűleg szót érteni egymással eladó, meg ő. Na mindegy. Na, de ez csak az egyik, a nagyobbik problémám, az megint NHS agyfasz. Mert hogy az van, hogy konkrétan napok óta próbálom elérni a diabetikus lábászatot a kórházon belül. Akik ugye kijelöltek egy időben, a múlt héten volt itt egy kolléganőjük, egy ápolócsaj, és ő mondta, hogy akkor kijelölnek egy időpontot, mert normál esetben csak december 21-én lenne időpontot, de akkor most még karácsonyra gyorsan kijelöltek egy időpontot. Igen, csak azt elfelejtették közölni, hogy mikor van az időpont. Nagy nehezen megtaláltuk egymást, mert hol én hívtam őket, hiába ők engem hiába. És mivel a privát számon hívnak, nem kell visszahívni. Megtaláltuk egymást, a lényeg, hogy megvan az időpont, hogy jövő héten csütörtökön, most csütörtökön, tehát hónap után lenne az időpont, ami a kisebb gond, a nagyobb gond az, hogy a fúvat kellene megszervezni valahogy, és ők azt mondták, hogy én szervezem meg a fúvat. Na most a fúvara egyetlen egy társaság. Egyetlen egy szolgálata a kompetens itt a körzetünkben, ez a Northwest Ambulance Service, akik ugye foglalkoznak ilyen betegtranszporttal is. Na, hát ezekkel az a tapasztalatunk, hogy kb. 10 esetből kettőször voltak hajlandóak normálisan megjelenni, és nem lemondani az utolsó pillanatban a transportot, a fuvart, és az van, hogy most bőhívta őket, nagyon nem örül a dolgunk, de hát mivel más megoldás nincs, tehát kénytelen vagyok, vagy volnék őket fölkérni, de ugye azért nem működik, mert fölhívta őket, nagy nehezen kaptam egy ügyintézőt, megkérdezte, kicsoda, micsoda, hány méter, hova kéne menni. Megtudta, hogy hova kéne menni, kért egy kis türelmet,
5 percig ment a klimpír, és utána közölte, hogy ezt a fuvart nem nekünk kéne megszervezni, hanem a kórháznak. Mondom, de a kórház mondta, hogy nekem kell megszervezni, de nem, a kórháznak kell megszervezni. Mondom, és nem lehet egyesetleg ugye egyeztetni egymással, hogy akkor kinek, minek a feladata ez. Azt mondja, hát ő nagyon sajnálja, meg én nagyon sajnálom, tudod, ez a széttárkért. De hát ők nem tudják, hát hívjam már föl én a kórházat, és akkor beszéljem meg velük. Ja, fölhívtam a kórházat, természetesen rögzítő, mert mi vennék föl munkaidőben a telefont. És a rögzítőre fölmondtam, hogy az a helyzet, hogy... De most ez azt kell tudni, hogy ugye mondom, van két nap se, hiszen csütörtök délelőtt van az időpont, és az meg el kéne érnem, hogy a hónapi nap folyamán ők leszervezzék ezt a fuvart a mentősök meg ugye, mivel nem én rendelem meg a fuvart, hanem a kórház, nem engem fognak értesíteni, ha nem jön össze, hanem a kórházat. Akkor a kórház meg tudja engem fölhívni, hogy akkor mondjuk meg valahogy, hogy eljöjjön a nejem. Aki nem tud kijönni a lakásból egyedül, bazd meg, tehát mindenképpen segítségre van szüksége, tehát nem fog lejönni a lépcsőn, meg nem fog elvásárolni taxig, meg semmi. Tehát mindenképpen szükség lenne a mentőre. És akkor hát akkor el tudjuk megoldani. Mivel én igen, mert ugye a buszot is közlekednek, és pont takarásban vagyok, hogy ne üttessem el magam a busszal, meg mással se, más autóval se lehetőleg. Én is fiam vagyok, hogy nem az ebben jövök át, de most itt valahova jövök a közelbe. Úgyhogy így egyszerű. Jó, senki se ahhoz, kiváló. Na, szóval, hogy nehogy már... Nehogy már jó működjön valami, úgyhogy pont a faszottal is van az NHS-sel, tehát eddig is nagyon bögyönben volt ez az egész nemzeti egészségügyi rendszer itt Nagy-Britániában. Annak ellenére, hogy amikor ellátnak, akkor normálisabban látnak el, mint Magyarországon. De most már itt is kezd jócskán tönkre menni a rendszer. És az olyan, hogy 2 évvel ezelőtt, tehát amikor a Covid volt erősen, 2021-ben temették már a NHS, pedig nem akkor kellett volna temetni, hanem most kell temetni, bazd meg! Mert most van igazán összeomlóban. Na mindegy. Úgyhogy ez ennyi. Agyam elhagyom. Na, jó van, megyek a dolgomra. Tényleg, ez a dolgozni, hát ez rettenet. A másik, amit tépem a hajamat, hogy szívják, hogy csulákék a kormány, a brit kormány, azok viszont dolgoznak, csak nem úgy, ahogy kellene, mert hogy kitalálták, hogy ugyan mindenki kaphat mindenki. Szóval aki megfelel a kritériumoknak, az kaphat letelepedés engedélyt. Ugye nekem is van letelepedés engedélyem. Igen ám, csak hogy ez a letelepedési engedély nem a végtelenségig szól, hanem újra meg kell újítani. És közölték, most ez a legújabb, ugye, hogy az illegális bevándorlókat, tehát akik be akarnak jönni a Szigetországba is illegálisan, tehát mit tudom én a csatornán keresztül, így ezekkel a lélekvesztőkön, vagy embercsempészek által, azokat kitoloncolják automatikusan Ruandába, tehát nem a származási országukba, ahonnan jöttek, nem bazd meg, elküldik őket a Ruandába. Normális? Tehát miért pont Ruandába? Tehát kötöttek egy megállapodást Ruandával, hogy a migránsokat oda telepítik át Ruandába, Afrikába. De most aki onnan jött, az persze, az visszamegy oda, de az összes többi, ilyen pakisztáni, meg mit tudom én, azokat elküldik Ruandába, mert ott jobb. Tehát nem visszautasítják őket a saját országukba, nem bazd meg, Ruandába költöztetik őket jó pénzért. És az a röve, hogy most az volt a legújabb, hogy ugye, ha jól tudom, akkor a migrációs miniszter, vagy hogy mondják, ezt nem tudom, tehát a migrációért felelős miniszter, az lemondott. És az van, hogy
egyre több tori képviselő fordul a saját miniszterelnöket, tehát Sunak ellen, hogy bizalmatlansági indítványt kezdeményezzenek. Tehát nagy a belső villongás, tehát ahelyett, hogy összetartalának és próbálnák megtermethetőt, nem van meg még jobban szétfűnnek. És én bajban ez, hogy a munkáspárt nyeri a következő választást. Na mindegy. Ez már nem az én bajom. Szóval, hogy ilyet az enyém is. Szerint. Na szóval az van, hogy az van, hogy meghatározzák, hogy van egy bizonyos összeghatár, ami alatt aki, hogy mondjam, ez alatt az összeghatár alatt keresők, azokat illegális bevándorlókká nyilvánítanák, tehát megszűnne, ahogy lejár a státuszuk, tehát ha van státuszuk, akkor rögtön illegálisan nyilvánítanak, és őket is küldenék Ruandába, az meg. Van egy ilyen limit, hogy tudják, hogy mennyit kell Ruandába küldeni? Tehát van egy ilyen ember számít, hogy egy ember, ez a kvóta, hogy egy embert kell átelepíteni Ruandába, Britanniából? Tehát megint ez a Britannia a briteké, és itt csak brit legyen, tehát megint ez a nacionalista hülyeség, az meg. És itt élek, bár meg mindjárt 8 éve, és ezt kell látnom, hogy bár meg megszavazták a Brexitet, és onnantól kezdve az egész ország így megy lefelé. Na, úgyhogy ennyit erről, bár meg. Jó, lehet, hogy minket nem érint közvetlenül, de mivel ugye nem végleges, tehát itt nincs véglegesítve a telepedés, tehát mindig újra és újra kell hosszabbítani, ezért amíg nem vagy állampolgár. Ezért benne van a levegőben, hogy mivel megvan határozva ez a keresett limit, még az is megtörténhet, hogy minket is megpróbálnának kitenni a frontba. Mert hogy balatta vagyunk a keresett limitnek, hiszen nem dolgozom jelen pillanatban, és ha összeszámolom, akkor a keresetünk, az összkeresetünk, az összbevételünk nem haladja meg ezt a limitet. Tehát nem vagy, tehát pont benne vagyunk abban a szórásban, ami alatt mindenkit kidobnának a francba. Jó, csak tel meg belengedték, de hát a franc tudja. Most már semmi sem lehet tudni. Na mindegy, majd meglátjuk. Na, jó van, ennyit erről. Ezüst kedv van, bazd meg. Jön a karácsony. Ne is mondjam, hogy anyósomnak lesz volna most egy állásajánlata, tegnap felajánlották. De hát a nejem állapota nem engedi meg azt, hogy ő elmenjen oda, ahova ajánlották neki. Ilyen idős gondozásra, még ha csak egy hónapra is. Meg hát ezt tegyük hozzá, hogy kurva jó pénz lett volna. Csak az a baj, hogy ahhoz, hogy kijöjjünk legalább nullszaldósra, nem pluszosra, meg nem megtakarítás, csak nullszaldósra, hogy kijöjjünk, ahhoz kb. Egy évet kellett volna végig dolgoznia ott. Úgyhogy, na mindegy. Na, jó, ennyit erre, ennyit mára. Köszönöm mindenkinek a figyelmet. Majd találkozunk legközelebb, nem tudom, de ez is hónap. És akkor majd lehet, hogy megint valami agyfaszom. Addig is like, comment, feliratkozás, esetleg egy kis donation, a kerítésön, a PayPal-on, a Bedwolf 74 Mixevet tessék keresni, és akkor majd, ha van valami update, bármilyen kapcsolatban, akkor majd mondom, ja? Na, bye everybody!